Na hello népek! City Skyline. Első videó YouTube-on. Meglátjuk, jó rég játszottam a játékkal, de marha jó. Úgyhogy remélem, hogy visszajönnek, amiket tanultam, meg amikre emlékszek. Letöltöttem egy csomó új modot. Itt a Content Managerben meg lehet nézni. Ez mindaz. Ez marha sok van. Mindenféle kereszteződések, meg mindenféle grafikai kiegészítők, meg a közlekedéssel kapcsolatos segítségek, tényleg mindenféle, minden variáció, térképek, szóval minden elképesztő mennyiségű, elméletileg mindegyik működik együtt a másikkal, úgyhogy nincs probléma, elméletileg mindegyik van engedélyezve, úgyhogy kezdünk valami újat. Nem tudom még mit. Mindenképpen valami, marha jók egyébként ezek is a játékban található eredeti térképek. Itt látszik egyébként, hogy milyen nyersanyagok vannak, natural resources. Aki nem beszél angolul, annak ugye ez a természetes erőforrások. Olaj, kő, aztán mi ez a mezőgazdasági dolgok, illetve a fakitermeléssel kapcsolatos nyersanyagok, nyilván erdők. Úgyhogy ezeket lehet itt látni. Ha jól tudom, az olaj a legjobban jövedelmező, úgyhogy az nem feltétlenül nagyon jó, hogyha nincs, de nyilván nem lett mindenhol olaj. Itt át tudod nevezni a városodat egyből az elején, hogyha akarod. Be tudod állítani a balkezes traffic közlekedést. Ami ugye Anglia, Japán, Ausztrália, azt hiszem 42 országban a világban egyébként balkezes közlekedés van, ami elég nagy szám. Nem vagyok benne 100%-os, de egyszer valahol hallottam. Úgyhogy nem feltétlenül van igazam, de ha jól emlékszem, valami ilyesmi a szám. Hogy itt van, hogy mennyi víz található a térképen, milyen kinti kapcsolatokat lehet elérni, tehát milyen kapcsolatok, milyen közlekedési lehetőségeid lesznek gyakorlatilag, tehát utak, vasút, vízi, hajó közlekedés, illetve lehet repülőteret építeni. Itt van, hogy milyen típusú a tér, milyen típusúak lesznek az épületek, ezek európai épületek lesznek, és 84% a térképnek beépíthető, tehát marha nagy terület beépíthető alapból. Ez is európai, itt kisebb, itt viszont van olaj, itt is van olaj, meg minden más nyersanyag. Itt viszont csak 53% építhetőbe, viszont ugyanúgy van, hát majdnem a térkép fele víz, tehát elég sok a víz. Exotic Paradise. Nézzük ezt. Eldöntöttem. Hát kíváncsi vagyok. Együtt fogunk most megtanulni egy pár dolgot ezekből a modokból, abban biztos vagyok, mert tényleg fogalmam nincs egy jó párról. Alapvetően a játéknak az alapjait tudom, de most egy kicsit együtt fogunk tanulni. Úgyhogy remélem nem bánjátok, srácok. Szerintem jó lesz. Nagyon kemények leszünk, úgy döntöttem. Oh-oh. Ajajajajaj. Ez nem jó hír. Na kérem. Úgy néz ki, hogy meg sikerült oldani a problémát. Elnézést. Egy kicsit tutorial jellegű is lesz a videó. Úgy gondolom, hogy nem fog ártani senkinek. Először is... ekkora térkép. Ez a kezdőterület, még 8 ilyet tudunk később megvásárolni. Minden irányban még 2-t gyakorlatilag, tehát egy ilyen 3x3-as nagy négyzet lesz a területünk. A lényeg az, ami most ide van írva, hogy a lényeg az, hogy el kell kezdenünk utat építeni.
az utak után zónákat a lakosságnak, iparnak, üzleteknek, és ez itt a bejövő út, illetve hát áthaladó. Innen fognak érkezni majd akik költöznek. Probléma az az, hogy innen a másik oldalról át kell vezetnem őket. Mert hogy ez egy autópálya, ami ez a áramsáv erre halad, ez a áramsáv pedig a másik irányba. Úgyhogy meg kell oldani, hogy ők át tudjanak ide jönni. Legyen így. Ez pedig innen ide. Hogy. És most van bejövő, meg kimenő útunk a városba, meg a városból, meg a városról. Ezt összekötjük. Mit szóltok ehhez így? Csinálunk bele egy szép ívet, és mondjuk ide visszavezetjük, kész. Szuper, nekem tetszik. Ezt most megoldjuk egyenes utakkal. Azt oda. Ezt. Ide. És akkor egyelőre ez ennyi. Na. Ezeknek a területeknek. Ezekkel lehet bezónázni. Ezek a zöld a lakossági területek. Úgyhogy... ez mindaz lesz. Ezek a belsők. Csinálunk egy ilyen kertvárosi részt. Mondjuk. Én úgy hívom, hogy kertváros lesz. Ezeket szépen kijelölgetem. Így. Na, szerintem teljesen jó. Így ezeket jobb gombbal lehet egyébként leszedni a jelölést. Úgyhogy ez megtörtént. Ez is kertváros. Ez is kertváros. Ezek is itt. Meg ezek is itt. Meg ezek is. Így. Kell valamennyi üzleti terület is. Azok lesznek ezek. Kicsit legyenek közelebb az utakhoz, meg az aljasabb részhez, de nyilván el kell szórnom őket, hogy a közlekedést megkönnyítsék. Tehát a város egyik végéből ne járjanak át az emberek a másikba dolgozni, mert ez nem túl jó. Mert növelni fogja nagyon a közlekedést. Közlekedésnek a leterheltségét, tehát magyarul az útforgalmat, az utakon a forgalmat, az meg nem jó nekünk. Illetve most még ezek mellett létre kellene hozni, sajnos, akár akarjuk, akár nem, létre kellene hozni egy ipari részt is, amit egyébként szerintem ide fogok tenni az út mellé. Innen tovább hozzuk az utat, egyszerűen mondjuk így. Így. Ha már út, akkor legyen inkább így, és akkor itt mellette is elfér még a... Így. Ez lesz az iparunk. Ez az iparunk, mert lehogy lesz, aki ipari területeket szeretne majd, ipari területeken szeretnének dolgozni. Őnekik ez lesz helyük. Itt lehet iparosodni, kérem.
Bőven. Ebben nem vagyok biztos ebben a részben, de majd kitaláljuk később. Meglátjuk, hogy alakul. Egyelőre ez lesz. Illetve itt középen összekötjük egy úttal, ami kicsit gyorsabb közlekedést tesz majd nekik lehetővé. Kész. Szerintem ez egy világbajnok. Na, ami még kell. Kell nekik elektromos áram, amit szélerőművekkel fogunk biztosítani. Itt van egy elég jó kis hely, ahol 8 megawatt a maximális teljesítménye ezeknek a turbináknak. Ez itt tud is annyit, úgyhogy ezen a helyen. Nézem csak, jó, hogy nincs zóna, mert hogy ha megfigyeltétek, ennek van egy a turbináknak van egy ilyen terület körülöttük, ez a kör alakú. Ez azt jelzi, hogy mennyire nagy a zajszennyezés gyakorlatilag a környéken. Nyilván beleesnek a házak, ők nem fognak örülni, hogy zajos a környék, úgyhogy... Úgyhogy majd úgy kell elhelyeznünk őket, hogy ne legyen túl nagy hiszti. Illetve víz. Vizet is le kell tennünk, egy pumpát. Egy vízpumpát kell leraknunk valahova. Mi történt? Egy vízpumpát lerakunk mondjuk ide. És egy szennyvíz kivezetést pedig ide. Illetve város becsövezzük. Behozunk ide mondjuk egy fővezetéket, és akkor erről leágasztatjuk a többit. Így. Aztán ezt áthozzuk ide. Ezt behozzuk ide. Innen behozunk egyet, mondjuk ide. Innen. Innen tovább ide. Onnan meg be ide. Kész. Innen az ipart ellátjuk vízzel. Jelenleg ekkora terület van, ez mind víz alatt van most éppen, úgyhogy tök jó. Villanyunk remélhetőleg lesz, majd meglátjuk mennyi van, vagy mennyire van lehetőség. Víz van, villany van, lesz, út van, zónák vannak, hajrá, indult az idő. Itt van a jelenlegi pénzünk, itt van ugye, hogy mennyi pénzünk lehet hetente, vagyis van mennyi bevételünk hetente. És egyelőre ugye a mínuszban vagyunk, mert most kezdtek el beköltözni az emberek. Itt van, hogy mennyi a lakosságunk, itt van, hogy mennyi a hetente beérkező, itt van, hogy mennyire boldogok az emberek. Ezek majd szépen folyamatosan elkezdenek nőni, ahogy szépen költöznek be a családok. Kicsit felgyorsítjuk az eseményeket, itt lehet változtatni a sebességen. És akkor látjátok, hogy beköltöznek az első... első lakosok. Gyakorlatilag. Nem akarom az összes pénzemet elkölteni, mert... fogalmam sincs, hogy mire lesz még szükség, gyakorlatilag. Ipar. Iparhoz tutira kell majd vinnem valami. Így megpróbálom így be lakni a területet, és ezt azért csinálom így, mert ezeken a zónákon az villanyáram automatikusan át
áramlik. Tehát gyakorlatilag úgy képzeljétek el, mint ahogy, itt, ahogy otthon nálunk vannak villanyvezetékek a házak között, meg mit tudom én. Gyakorlatilag ez így ugyanúgy megvan oldva, tehát nem kell egy külön nagy feszültségű vezetékeket, ez igazából nagy feszültségű vezetéket vittem be a városba, ugye a turbinától. De hogyha így beköltöznek szépen mindenhova, akkor erre a nagy feszültségű vezetékre már nincs szükség, hogy beérkezzen a város területére. Tehát ott automatikusan a kis vezetékekkel elviszik. És hát most épp úgy tűnik, hogy ez meg is fog történni, remélhetőleg. Mondjuk ő neki még nincs áram, meg nem is lesz így. Oda ki kell vinnem mindenképpen. Mert különben nem lesz szennyvízünk egyáltalán. Na, vízünk sincs valamilyen oknál fogva. Ja, mert hogy nincs vízvezeték. De van vízvezeték. Akkor miért nincs víz? Van benne víz is. Ja, mert nincs áram. Most már van áram. Is. Na. Na, tehát ezt mondtam, látjátok itt ez a kék terület, ez azt jelenti, hogy elektromos árammal össze van kötve a terület gyakorlatilag, tehát innen átmegy automatikusan az áram, ezért raktam le így a zónákat ilyen módon, hogy átcsatlakozzon az áram. Úgyhogy az iparhoz már nem kell külön vezetéket vinnem, ami azért jó dolog, mert a vezetéknek is van heti 0,48 költsége. Szóval nincs rá szükség, nem fogy a pénzünk. Gyakorlatilag, és így most már, ha megnézitek, akkor 11.200-unk van, és most már jön hetente van bevételünk, illetve 284 lakosunk van, és ez nő hetente 47-tel éppen. Meg még örülnek is, úgyhogy jól csináljuk a dolgunkat, nincs mi aggódnunk, várjuk a népeket, hogy beköltözzenek. Úgyhogy, ahogy elnézem, a lakossági területek mindjárt el is fogynak, úgyhogy úgyhogy még teszünk le. Még adunk nekik lehetőséget költözni helyekre. Úgy bizony. És akkor ezt szépen belakhatják az összeset. Próbálom a területet nem olyan nagyon zsúfoltra csinálni. Elértük az első szintet gyakorlatilag. Szinteket lépünk folyamatosan a kis városunk, és így aztán, ahogy lépünk előrébb, így folyamatosan újabb dolgokat tudunk majd csinálni, meg újabb dolgok válnak elérhetővé. Itt például most már tudjuk majd változtatni az adók mértékét, illetve kölcsönöket tudunk felvenni. Most már szükség van szemétszállításra, orvosokra, illetve oktatásra. Ennek érdekében szemétszállításhoz kaptunk szeméttelepet, kaptunk iskolát, általános iskolákat, illetve most már tudunk építeni orvosi központokat gyakorlatilag. Úgyhogy ezeket meg is tesszük. Az első lépés az az, hogy lerakjuk a szeméttelepet valahova jó távol, mert ez körül is van egy kör, ami azt jelenti, hogy zavarja a környéken levő lakosokat. Jó távol, ide a főút környék mellé. Itt biztos, hogy nem fog zavarni senkit. Itt maximum az ipar lesz, de az iparnak nem érdekes ez, őket nem zavarja. Aztán lerakunk egy ilyen klinikát gyakorlatilag ide a központba, meg lerakunk egy orvost is ide a központba. És mindenki boldog. Kész. Úgyhogy ez most megtörtént. Az ipar fejlődik folyamatosan, ahogy itt látjátok, hogy az iparra van most jelenleg a legnagyobb kereslet. Arra van a legnagyobb szükség, úgyhogy most szépen, ahogy látjátok, költöznek is be folyamatosan. Tehát létesülnek az iparok, elektromos áram automatikusan átvezetődik gyakorlatilag.
De itt a kis jelzőként kijelző, hogy mindjárt kifutunk az elektromos áramból, úgyhogy le kell tennem még egy ilyen turbinát. Ez már sajnos csak 7 megawattra lesz képes. De a 7 megawatt még mindig sokkal több, mint a semmi. Úgyhogy kész. Van újabb 7 megawatt áramunk. Itt mindjárt fog változni, mert most már pirosba átestünk. Látjátok, most van 15 megawattot termelünk, és 9-re van szükség, tehát a zöldben vagyunk erősen. Illetve most már lehetőség nyílik arra, hogy a gazdasági részben itt változtassunk a büdzsén, ami ugye magyarul a költségvetés jelenti. Itt most 100%-on működik az áram, 100%-on működik a vízellátás, de rákattintunk itt a vízellátókra, tehát erre a vízpumpára. Nem arra, akkor erre. Itt látjuk, hogy valami bődületesen nagyon sok, 120 köbméter termelünk, és 12.500-ra van szükség, 13.000-re. Tehát ennek például a költségeit csökkenthetjük, ami arra lesz jó, hogy itt a mostani mínusz 100 százas bevételünkből lefaragunk. Úgyhogy ezt most levesszük, mit tudom én, 70% mondjuk. Így. És ezt megnézzük, hogy ez mit eredményez. 70%-kal még mindig 58.800-at termelünk, és csak 13.000-re van szükség, úgyhogy még mindig húzhatjuk lejjebb, ha akarjuk. Lehúzhatjuk, lehúzzuk mondjuk 65%-ig. Aztán ugyanez vonatkozik az orvoslásra is, azt teljesen lehúzom 50%-ra. Mert ha megnézem a kórházunkat, ami egyébként hol van? Ez itt az iskolánk, ha jól emlékszem. Így van, ez az iskola. A kórházunk meg itt van. És a kórházunk itt vagy nulla betegünk van a 100-ból. Tehát 100-nak van hely. Két mentőautónk, és egyet se használnak, tehát gyakorlatilag teljesen jól működik így is. Illetve ugyanez vonatkozik az iskolára is, azt is leúszhatjuk nyugodtan szerintem legalább 50%-ra, mert jelen pillanatban a lakosságunk 137 van és 75 a kapacitás. Ó, akkor vissza. Ez nem jött be. Akkor vissza, akkor mondjuk 70% legyen 80%. 80%-on mondjuk mi történik. 192 a kapacitásunk, 137 a... 139 a tanulunk. Na, tehát így lehet pénzt spórolni gyakorlatilag a büdzsén, és a mínusz 100-ból nézzetek meg, pillanatok alatt csináltunk plusz 640-et. Ami azért nem mindegy, hogy van egy megfelelő bevételünk a városban. Meg hát persze közbe költöztek is be, meg az ipar is elkezdett ugye fejlődni szép lassan. Itt meg szükség van villanyvezetékre, mert hogy nem költözik be több ipar a területre, úgyhogy, de nem probléma, egyszerűen csak így átvezetem és kész. Úgyhogy, hogy állunk az elektromossággal? 15 megawattunk van és 11-et használunk el, tehát hamarosan megint kell majd vennünk egy ilyen turbinát, amire egyébként most nincs is pénzünk, 6000-be kerül. Úgyhogy nagyon jó fog jönni ez a plusz 7000 éppen. Illetve megnézzük, hogy hogy állunk rezidenciál, tehát lakossági területekkel, vannak bőven még. Azért kijelölök ilyen kisebb területeket még, amiket tudok. Így. Na, bőven van lakossági területünk, úgyhogy költözhetnek. Egyelőre iparra nincs szükségük, meg üzletekre sincs több szükség. Úgy mindenkinek van munkahelye. Amit meséltem, talán azt hiszem, hogy elmítettem a videó elején, hogy mindenkinek van úti célja. Tehát ő most például, megállítom egy pillanatra, ő most például behoz, beszállít az Ice Cube Factory-be, ami itt van, beszállít követ. Hogy minek, azt nem tudom, hogy minek oda kő. Ő például beszállít faipari termékeket erre a területre.
Factory. Hát itt mit csinál itt Factory? Hí, véletlenül kijelöltem oda ipari területet. Azt mondja, el kell takarítanom. Itt véletlenül ipar van. Az nagyon nem jó. Úgy, el is költöztek. Úgyhogy... Ez itt nem tudom mi ez. Ezt se tudom, hogy ez mi. De ez ennek gyakorlatilag én irodai zónának kéne lennie. Ez meg mondjuk legyen lakosság, kész. Jézus Isten. Beraktam véletlenül a lakossági terület kellős közepére egy ilyen ipari zónát. Na szóval. Úgyhogy így most, tehát mindenkinek van valós élete, minden autónak, mindennek van valós célja, úgyhogy minden megy valahova valamilyen céllal. Tehát, hogyha meg akarom oldani ennek a közlekedésben felmerülő nehézséget majd a későbbiekben, akkor ezeket nekem ki kell küszöbölni, tehát a lehető legoptimálisabban megoldani ennek a ezeknek a szállításoknak a könnyűségét. Ugyanez vonatkozik az autókra is, mindenkinek van egy lakása, minden autó tartozik valakihez, mindenkinek itt lakik, illetve itt a munkahelye. És ez a két pont közt fog ingázni. És később, ahogy nő a város, ezt majd meg kell oldanunk tömegközlekedéssel, meg minden mással, mert hogy egyre zsúfoltabb lesz, tehát egyre több munkahelyre lesz szükség, egyre több lakos lesz, egyre több ipar, egyre több minden, egyre több lesz. És ezt valahogy majd meg kell oldanunk. Egyébként közben a bevételünk folyamatosan lő, a lakosság folyamatosan nő, mindenki boldog, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy jó pillanat arra, hogy ezt a részt most itt befejezzük, és a következő alkalommal visszatérünk, de ha már ez így felugrott, akkor még egy szintet léptünk, 650 most már a populációnk. Most itt meg tudunk vásárolni egy új területet, majd meglátjuk. Hogy mi most ki tudunk jelölni a városon belül ilyen körzeteket, tudunk változtatni városra vonatkozó szabályokon, tudunk fölvenni még több kölcsönt, tudjuk specializálni az ipari folyamatokat, illetve most már tudunk különböző szolgáltatásokat nyújtani a városnak. Ugyanakkor szükség lesz most már tűzoltókra, rendőrökre, és elérhetővé váltak egyedi épületek. Az ipart tudjuk most már vagy mezőgazdaságra, vagy erdőkitermelésre specializálni. Az erdőkitermelésnek a hátránya, hogy magasabb elektromos felhasználása van, illetve viszont előnye, hogy erdő ugye folyamatosan lesz, illetve terület, illetve több lesz a bevétel belőle. A mezőgazdaságból viszont ők a vizet használják nagyobb mértékben, kicsit több az adóbevétel, és szükség van nyilván termőterületekre. Most már fogunk tudni építeni rendőrségeket, illetve tűzoltóságot. Na! De ezt, ahogy mondtam, a következő részben majd. Köszöntöm, sziasztok!